A gyermek, illetve a felnőtt házi orvosok elmúlt 5 évben végzett tevékenységét, az ebből származó tapasztalatokat osztották meg a bizottság tagjaival. Ennek kapcsán szóba kerültek a pandémia okozta nehézségek, amelyek ezen a területen fokozottan jelentek meg. Emellett az iskolai hiányzásokra vonatkozó igazolások kérdése is sok további észrevételt vetett fel. Most azért a működő praxisok, ahol praxis joggal rendelkező orvos látja el a tevékenységet, feladatot, ott visszaállt a régi rend, tartják a rendelési időt. Varga Szilágyi Zita gyermekorvos és dr. Fera László felnőtt házi orvos számolt be a munkájáról, feladatellátásáról, tevékenységéről. Nagyon szeretnénk az üres házi orvosi körzeteket is betölteni, hogy teljes rendelési időbe zökkenőmentesen történjenek a orvosi rendelések. Ezzel kapcsolatban elvárások is megfogalmazódtak. Nagyon fontos a betegek számára, hogy az orvosrendelési idő alatt elérhető legyen, valamint a rendelkezésre állás biztosított legyen, tehát ha rendelési időn kívül van probléma, akkor fel tudja hívni a házi orvosát és konzultálni tudjon vele. A szerződésekbe azért is történt beszámoltatás az orvosoknak, mert hogy le fog járni nekik az 5 évre kötött szerződés a területi ellátási kötelezettségre, és a szerződésbe úgy a rendelési idő, mint a rendelkezésre álló idő is szerepel, tehát ilyen módon a munkavégzésük számon kérhető és ellenőrizhető. Ezzel együtt pedig fontos szempont volt az is, hogy a megismert problémákat együtt tudják kezelni, hangzott el az ülésen. Az is kiderült, hogy a városban minden adott ahhoz, hogy 6 éves korig, majd ezt követően is a gyermekek jóléte biztosítva legyen. 0-3 éves korig biztos kezdett gyerekház működik a régi Hunyadi úti óvoda épületében, a Hunyadi út 6 szám alatt. Itt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, szüleiknek van lehetőségük, hogy szakembertől segítséget kapjanak, kérjenek. Itt a korai fejlesztés a lényeg, az, hogy a szülő megfelelő módon tudjon foglalkozni a gyerekekkel, ehhez kapjon segítséget, közös programokon vehessenek részt, és Sátoraljaújhelybe a 3 éven felüli gyerekek valamennyien felvételt nyerhetnek, mert megfelelő kapacitással működnek óvodák. Emellett a bizottság szerint az általános és középiskolák, valamint a sport tekintetében is sok lehetőséget tud kínálni a város a fiatalok számára, ami az egészség megőrzés és a mentálhigiéni és jólétüket szolgálja.